10 mesterséges fecskefészket telepítettek a szakemberek a Táncsics Mihály Általános Iskola homlokzatára a Madárbarát Fehérvár program keretében. A fészkek előkészítésébe az iskola tanulói is besegítettek. Sárra be kellett festeni itt a tetejét, és majd így fel fogjuk rakni majd a fákra. Nem hiába a szakértelem, a táncsicsos diákok gyakran látogatnak el a közelben található Sóstó természetvédelmi területre egy-egy tanóra keretében. A Sóstó közelsége pont arra invitál minket, hogy nagyon sok órát tartunk kint a természetben. A gyerekeink, felsősök, alsósok nagyon gyakran járnak oda ki, és örömmel fogadtuk ezt a kezdeményezést, hogy fecskefészkek kerülnek ide, és reméljük, hogy minél több gyereket tudunk a természetvédelembe így is bevonni. A Madárbarát Fehérvár program már 5 éve zajlik a városban, az oktatási intézmények bevonása kapcsán pedig a környezeti nevelési szempontoknak is megkülönböztetett jelentősége van. Nagyon remélem, hogy itt is otthonra találnak a fecskék, folyamatosan látjuk a mozgásukat a környező épületeknél, itt ugye a lakóházas övezetnél több helyen látjuk, hogy van természetes fészek, és nyilván szeretnénk azt, hogy a gyerekeknek már a legkisebb kortól belekerüljön a tudatukba az, hogy ezekre a madarakra igenis vigyázni kell. Csete Gábor hozzátette, hogy a gyerekek mindig szívesen segítenek be a munkálatokba, ezzel téve még otthonosabbá a fészkeket a madarak számára.